Arany János élete és munkássága 1817. március 2-án Nagyszolontán a mai Románia területén született. Gyermekként sokszor betegeskedett, és ennek nyomait később is tűrnie kellett, érzékeny, félénk, visszahúzódó természetű. Korán 3-4 éves korában megtanult olvasni. 1823-tól 33-ig Nagyszolontán tanult. 11 évesen szegénységük miatt tanítói állást vállalt. 1833 őszén a Debreceni kollégiumban kezd tanulni. Majd kis helyre került, pénzt gyűjteni, viszont ez nem sikerül, de legalább olvasottságra tesz szert az ottani rektor könyvtárából. 1836-ban vándor színésznek áll, hamarosan visszatér szülőhazájába, édesanyja elhunyt, édesapja pedig betegeskedett és megvakult. Megírta a Kisfülődi Társaság egy pályázatára az Elveszett Alkotmányhoz című művét, a pályázatot megnyerte, de a hírnevét nem ennek a műnek köszönheti. Az igazi sikert a Toldival nyerte el, a szintén a Kisfluidi Társaság pályázatára. 1851 őszén a Nagykörösi Református Egyház hívta meg tanárának az új szervezett főgimnáziumba. A szabadságharc elvesztése után világa elkomorult. Megváltás volt számára 1860-ban, hogy Pestre költözhetett. Ekkor szerkesztette a szépirodalmi figyelőt és a koszorút. 1865-ben tragédiai érte, tüdővajban meghalt lánya Juliska. Ezután évekre elhallgatott benne a költő. Az 1877-es nyarat a Margit szigeten töltötte, újra boldogan, ekkor írta az őszi kék vers ciklust, melyet a kapcsos könyvben jegyzett le. 1882. október 22-én hunyt el.